Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Békés Revízió magyar hétköznapjai 1938-as 1940-es kiállítás megnyitóján. Először is hallgassuk meg Hág Zalán Szeged megyei jogú város képviselőjének ünnepi beszédét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ha nem is ünnepi beszéddel, de egy rövid köszöntővel készültem. Négy dolog jutott eszembe, amikor végig gondoltam azokat az éveket, amelyek ennek a kiállításnak a témáját adják. Nem utolsó sorban Szabó Pál Csaba igazgató úrnak az egyetemen általam is hallgatott óráinak a felidézése révén jutottam ezekhez a gondolatokhoz. Az egyik az az eufórikus hangulat lenne, amit kiemelnék, hiszen az, ami az embereket érte ebben az időszakban, az példátlan volt a korszak történetében is, illetőleg ezeket még számszerűsíteni is lehet, hiszen például a területi revízió éveiben, és még azt követően egy-két évig, az egyébként ugye hagyományosan magas magyar öngyilkossági statisztikák szignifikánsan csökkentek a 1938 előttihez képest, ezekben az években 20%-kal kevesebb magyar követett el öngyilkosságot, amire sem a magyar történelemben, sem a nemzetközi példák tekintetében nem volt erre precedens korábban, és azóta sem. Illetőleg a 1939-es választási eredményeket hoznám még példaként. Ugye ez volt az első olyan választás a Horthy korszak történetében, ami teljes mértékben titkosan zajlott, még vidéken is, és csodák csodájára ezen a választáson érte el a kormánypárt a legjobb eredményt, közel 3/4-es többséget szerezve a parlamentben. A második szempont, amit kiemelnék, az a koremberének a hozzáállása, illetve a perspektívája. Ma, amikor visszagondolunk ezekre az évekre, akkor egyértelműen egy átmeneti periódusra gondolunk. Volt néhány év, ami aztán ugye tragédiába torkollott, de a korember az nyilvánvalóan nem így élte meg ezeket az éveket. Számukra 1938-ban a felvidékiek, 39-ben a kárpátaljai magyarság, vagy 40-ben az erdélyi magyarok számára nem egy rövid korszak vette kezdetét, legalábbis akkor még ezt gondolták, hanem az 1920-ban megszakadt 1000 éves állami folytonosság állt helyre, és nyilvánvalóan még azt gondolták, hogy azok a területek, amelyek a nők élnek és amelyek visszatérnek az anyaországhoz, majd újabb 1000 évig a Szent Istváni magyar állam részét fogják képezni. Tehát nem arra gondoltak, hogy most itt pár évre berendezkedik a magyar közigazgatás, és aztán jön a revans, hanem arra gondoltak, abban reménykedtek, és ebben hittek, hogy helyreáll a világ rendje. És hogy mennyire így gondolta ezt a magyar kormányzat és adminisztráció is, azt jól mutatják egyrészt a gesztusok. Gondolok itt például Horthy Miklósnak a Kassán elmondott szlovák nyelvű beszédére, vagy arra a nemzetiségpolitikára, vagy nemzeti kisebbségi oktatás politikára, amely sokkal toleránsabb volt, mint az 1938-at megelőző csehszlovák vagy román politika. És az a döntés és az a megvalósítás, ami a helyi infrastruktúra, utak, vasutak fejlesztését, repülőtérfejlesztés, mezőgazdaságfejlesztés, modernizációt tartalmazott, ami megvalósult a következő években, az igazából egy éves nemzeti össztermék elköltését jelentette a visszacsatolt területeken, tehát óriási investálást jelentette a magyar állam részéről, nyilvánvalóan azért, mert nem arra készült senki, hogy majd néhány év elteltével ezeket átadják a román vagy a csehszlovák államnak. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a csalódásokról sem. Bizony, semmi sem rózsaszín, még a magyar történelem szebb lapjain sem, hiszen például a felvidéken tudjuk azt, hogy az anyaországból oda telepített adminisztrációnak nem egyszer volt konfliktusa a helyi magyarokkal, illetőleg az Észak-Erdélybe bevonuló magyar csapatok bevonulását követően lehetett azt tapasztalni több helyen, például Nagyváradon vagy Csíkszeredában, hogy a helyi magyar nyelvű, magyar identitású, magyar érzelmű zsidóságot érte joghátrány, ami semmiképpen sem tartozik természetesen a pozitív példák közé. És végezetül szólnék egy pár szót ezeknek az éveknek, a békés területgyarapodásnak az üzenetéről. Én úgy gondolom, hogy ez beleillik az elmúlt 100 év tanulságainak a sorába, és egészen visszamehetünk Szent István királyunk politikai hagyatékáig, vagyis
Magyarországnak szuverén országnak kell lennie minden tekintetben, úgy gazdaságilag, mint katonailag, csak így tudja azt elkerülni, hogy valamely nagyhatalmak, valamely birodalmi erő képviseletét kelljen ellátnia, vagyis hogy a magyar érdekekkel esetlegesen szembe menve valamilyen birodalmi politika szolgálatába álljon. Csak is a környező népekkel, legyen az akár nagyhatalom, akár pedig kisebb ország, való egyenjogú együttműködés, baráti vagy szövetségesi együttműködés, de mindenképpen a kölcsönös érdekek mentén és a kölcsönös tisztelet mentén történő együttműködés az, ami a magyar jövendőt pozitív irányba viheti, és amely Közép-Európa népei számára mindenképpen egy fejlődést biztosíthat. Tehát a magyar szuverenitás alapja az a gazdaság stabilitása, az erős hadsereg, és annak a kimondása, hogy kizárólag magyar érdeket szabad képviselni, és nem szabad semmilyen más érdeket a magyar államnak a zászlajára tűznie. Én ennek a szellemében kívánok szebb 100 éves magyar és szegedi jövendőt mindannyiunk számára, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Haag Zalán úr szavait, és most pedig hallgassuk meg Marjanőc László tanár úr történelmi összefoglalóját. Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! A kiállítás címe két év kronológiai határát vázolja föl, 38 és 40-es békés revízió Magyarországának hétköznapjai. Ennél azért ugye több és bonyolultabb, mert micsoda két évről van szó. Tehát ritkán vannak olyan időszakok, amikor annyi esemény és annyi változás sűrűsödik két év történetébe. Másrészt pedig ugye a kiállítás tárgyi anyagát fölvonultató része az életmód, kultúra, hétköznapi megélhetés változásait bemutató emlékanyag az nyilván egy szélesebb korszakot, a békebeli időszakot öleli föl. Először én a 38 és 40 közötti időszak jellegében és funkciójában legfontosabb politikai eseményeiről beszélek röviden, ami itt tablókon is látható, a békés területi revízió eredményeiről. Nem fogom az itt olvasható szöveget megismételni, kommentálom és próbálom nemzetközi összefüggésbe helyezni. Induljunk ki abból, ugye, hogy a trianoni szerződés diktátumot a magyar társadalom szintől függetlenül égbe kiáltó igazságtalanságnak tartotta. És az nem volt kérdés, hogy ez így nem maradhat fönt. Muszáj valamilyen úton, módon ezt az igazságtalanságot és Magyarországot a legsúlyosabb hátrányok közé szorító békét revidiálni. És erre a 30-as évek végének eseményei adtak lehetőséget, mint egy jelezvén, hogy micsoda vár volt a trianoni versályi békemű, nem olyan, mint Jézus Krisztusi, ami sziklára épült, hanem olyan, ami inkább homokra telepített. Mert elég volt egy téglát kiemelni ebből a rendszerből, ez a cseh-német viszonynak a megváltozása, és ezt megváltozás szentesítő nagyhatalmi jóváhagyás, Anglia békéltető, kihátráló szándék, ami bátorította a másik felet, és Csehszlovákiának vége. És ebből adódott az a lehetőség, hogyha annak vége, akkor az, amit elvitt mástól, az visszakerüljön az eredeti tulajdonosához. És Magyarországnak ez a 1938. szeptember végi müncheni egyezmény, amit négy európai nagyhatalom írt alá, eznek a függelékeként szerepelt ott, hogy Magyarországnak joga van az elvitt területekről tárgyalást folytatni Csehszlovákiával. Tehát nem ez adta vissza, de ez ismerte el jogunkat.
És ezt mondhatjuk, hogy Európa számára evidens, ez francia-angol nagyhatalmi támogatással végrehajtott területgyarapodás volt. A csehek ezt nem nagyon akarták, ott mindenféle praktikákkal ellenálltak, de végül is Magyarország a német-olasz döntőbírósághoz fordult, és így sikerült visszaszereznünk Felvidéknek egy részét, Rimaszombat, Kassa, Losonc, Munkács, Ungvár és a többi magyar területet. És ez nagyhatalmi jóváhagyással. Utána következett Kárpátalja, ez is összefüggésben volt Csehszlovákia. Hogyha Csehszlovákia összeomlott 939 végén, azzal, hogy Hitler nem ismerte el Rusziszkót, nem ismerte el a maradék Csehszlovákiának az egyivé tartozását, jóváhagyta Németország a maradék Csehszlovákiából, elvitték Szudéta vidéket, utána kivált Szlovákia, maradt egy kis rész, és ennek a felszámolását is helyben hagyva tudomásul vette Hitler, ami nem nagyon szeretett, hogy Magyarország Kárpátalját visszaveszi. És ezzel megvalósult 39-ben a kárpátaljai bevonulásunk, és ez egy fontos diplomáciai cél, a magyar-lengyel határ. Ennek a határnak több százezer lengyel köszönheti az életét. Hogy ez a határ nem cseh ellenőrzés alatt állt, hanem magyar ellenőrzés alatt, ami lehetővé tette még abban az évben és következő évben a lengyelek menekülését. A Észak-Erdély az problémásabb volt. Hitler szimpatizált a románokkal. Nem biztos, hogy volt neki valamilyen speciális, mit tudom én, szimpátiája azért, mondjuk néprajzi alapon, hanem inkább a román területekre és az olaj, igen, a polyesti olajmező, amik korábban is az első háborúban is táplálta már a német célokat, most különösen a második háború előtt, ami még ugye akkor azért nem volt világos, de Hitler készült a Szovjetunió elleni támadásra, 40-ben vagyunk. És nem engedte, nem engedte meg, nem járult hozzá, vagy nem támogatta azt, hogy Erdélyből, vagy Erdélyt visszaszerezze a magyar kormány. Ezen az a helyzet változtatott, hogy ő neki a Szovjetunió támadáshoz szüksége volt a magyar déli útvonalakra, tehát hadszervezési, harcászati, hadászati szempontból a magyar terület igénybevétele fontosabb szempont volt, mint Erdély visszaszerzésének, az erdélyi bevonulásnak a meggátlása. Üzente Károly királynak, hogy tárgyaljon a magyarokkal erről a kérdésről, és Románia Turnu Severinben kénytelen, kelletlen fölvette a tárgyalás vonalát, amint persze nem akart megegyezni, és úgy döntöttek a románok, hogy döntőbírósághoz fordulnak, és a döntőbíróság pedig Észak-Erdélyt Nagyváraddal, Kolozsvárral, Székelyfölddel visszaadta jogos tulajdonosának. És ezzel 1940-ben a legnagyobb területet, mint egy 40-43 ezer négyzetkilométernyi területet sikerült visszaszerezni, és 41-ben pedig Jugoszlávia fölbomlása, független horvát állam kiválása és kikiáltása pedig ugyancsak nemzetközi viszonylatban tette lehetővé a bácskai bevonulásunkat. Tehát ez volt a békés terület revíziónak mondjuk a nemzetközi háttere, és ez azért békés revízió, mert tárgyalások útján a nemzetközi jog akkor érvényes állapota szerint jutott vissza Magyarország a területeihez. Igaz, hogy a Kárpátalja, tehát a felvidéki visszaszerzésünket leszámítva, többinél az európai nagyhatalmak nem szerezték meg, vagy nem nyilvánították ki támogató szándékukat. Teleki Pál ezt szerette volna elérni, Teleki Pálnak volt két nagy törekvése, mindenáron békés úton, és mindenáron, vagy hogyha lehet,
tartós megoldás, tartós, hogy tartósan maradjon, tartósan ide, itt maradjon ez a terület, ehhez viszont Anglia és Franciaország jóváhagyására is szükség lett volna. De hát ezt sajnos nem bírtuk. Nos, ez volt a területi revízióknak a nemzetközi összefüggései, és hát ennyi kommentet csatolok ezekhez a táblákhoz itt. A másik ugye a kiállításnak mondjuk úgy a látványosabb és kultúrtörténeti, művelődés történeti része. Itt két dolgot emelek ki. Az egyik a kiállítás rendezőknek az új, mondjuk módszertani, hát megközelítése, történelmi problémák, a történelmi múlt újszerű láttatásának a módja. Ez nagyon fontos, hogy nem indoktrinál, tehát nem szöveghalmaz, várja a fiatalokat vagy az érdeklődőket, hanem tárgyi környezet. És ez a tárgyi kultúra a 30-as évek, az akkor még a háború előtti békebeli Magyarország hétköznapjait villantja föl. Ez érdekes téma. És látványos világ. Kérem szépen, kávéházakat látunk. Különböző vendéglátó helyekről lesz szó. Sajtótermékeket. Művészeti alkotások fogadtatását, születéséről szóló dokumentációt látunk. Ez a világ, a 30-as, 40-es évek világa, a magyar kultúra, művelődés és hát a hétköznapi élet átalakulása szempontjából egy kiteljesedő korszak. Csak néhány példa. Az irodalomban ugye megmarad a nyugatnak a vezető szerepe. Ez történelmi okok miatt tudjuk, hogy a dualizmustól kezdődően ugye a nyugat az vezető irodalmi folyóirat, de megjelenik a szép szó és megjelenik a válasz a nyugat útkeresésére magyar módú választ adó, választ kereső népi írói mozgalom és a népi íróknak a hivatalos lapja a válasz, amely a társadalom elesett rétegeinek, érzéseinek ad nívós esztétikai kifejezési formát. Tehát ez mondjuk az irodalomban egy változás. De megfigyelhető ez mondjuk a filmművészetben, a sportvilágában, a vendéglátás formáinak változásaiban, csak egy utalás a sportra. A foci ekkor lesz népsport. Tehát a foci ekkor lesz a tömegek sportja. Szociológiai munkák utalnak rá, hogy ez alapvetően a külső kerületek szegény és munkás fiataljainak játékára alapozódott. Ott születtek meg a grundon azok a trükkök, focista mutatványok, amelyekből aztán később egyesületi szintű hát foci törekvések nőtt a foci. Faluhelyen is megjelent, mert nálunk magyar családunk legelőbből csináltak focipályát, tehát átalakították a külső világukat, és adaptálni igyekeztek a fiatalságot lekötő és a fiatalságot foglalkoztató hát formákhoz, szükségletekhez. A filmvilág hát az csodálatos alakokat és csodálatos darabokat produkált. Itt ugye felsorolja a bemutató szöveg azokat a színészeket, színész óriásokat, és hát ugye az a nevükhöz kapcsolódó filmek számunkra, mindannyiunk számára egyértelműek és világosak. Én egy filmet emelek ki, itt Szőcs István filmjét, ugye Emberek a havason 1942-ben, ez a Velencei Filmfesztivál díja lett, na ez az esztétikai mérce. Tehát a Horthy korszak mondjuk így művészeti, esztétikai, filmalkotási értékei közül ez jelenti a csúcsot. De ezzel én nem
becsülöm le a Meseautó és a többi filmeknek az értékét, mert egy eléggé csodaszerű történet, hétköznapi emberei jelennek meg a filmben, de ki milyen szereplőkkel? Milyen szereplőkkel? És hát ugye azzal az üzenettel, hogy bárkiből, bármikor lehet valaki, történhet vele a csoda, és emelkedhet a társadalomban. 38-as, 40-es évek valóságáról még egy dolgot csak, hogy nem csak revízió történt, hanem belső építkezés. Úgy mondják, hogy Németh László, hogy emelkedett a nemzet. Emelkedik a nemzet, azért, mert bevezetik a mezőgazdasági munkások kötelező nyugdíját. Azért, mert kiszélesítik a betegbiztosítást. Az, hogyha valami 100 000, 500 000 millió ember életét befolyásolja pozitívan, ez a nemzetnek az emelkedése, kérem szépen. A győri program a maga infrastrukturális megrendelésein keresztül biztosított több 10 000 embernek megélhetést. A fizetések értéke stabilizálódott. A gazdasági növekedés megteremtette annak lehetőséget, hogy értékálló nyugdíjakat bocsássanak ki, a tisztviselői jövedelmek folyamatosan, biztosan emelkedtek, úgy, ahogy a gyári munkások keresménye is. Akkor, hogy mondjam, ezzel a legfontosabb hétköznapi elemet emeltem ki abból a történelmi múltból, amelyre az emelkedő nemzet, emelkedő ország hát értékelést vagy minősítést használtam. A kiállítás funkciójával, céljával zárom. Ez a kiállítás mondjuk azért alkalmaz modern eszközöket, multimédiás eszközöket is, amit jó magam értek, de bár kevésbé használom, mint ebben a világban kevésbé járatos ember, de a mai fiatalokat enélkül nem lehet megszólítani. A mai fiatalok erre fogékonyak, én honismereti mozgalom szervezése kapcsán jártam Zsombóra, ahol gyerek siserehad vött körbe, és ott megkérdezte a polgármester, mondjuk voltak 30-an, hogy kinek van Facebookja, kézerdő. Tehát ezek 10 éves gyerekek voltak, tehát mindenki rendelkezik ilyennel. Ez a kiállítás lehetővé teszi azt, hogy a kiállított anyag tartalmához illeszkedő hangos, filmes anyaggal erősödjön mög, vagy egészítse ki ennek a hangulatát, ennek az látványát és tanulságát, ami nyilván, hogy nagyobb hatással tud lenni a látogatóra, és egyáltalán az a gondolat, hogy a fiatalok gondolkodásmódját és érdeklődését próbálja a kiállítás az interiőrrel, ami egy berendezett, korhű, azonos tárgyi kultúra, tárgyi kulturális közeg, hogy ezzel ragadja meg a fiatalok figyelmét, ez mindenféleképp célra vezetőbb és eredményesebb módszer a szimpla indoktrinációnál. Tehát most én indoktrinálok, tehát én magyarázok, előadást tartok, és ezzel jobban el lehet érni azt a pedagógiai célt, a kiállítás egyik fontos pedagógiai küldetését, hogy az, aki megtekinti, az a fiatal, akire benyomást tesz ez a kiállítási anyag, az maga is a generációk láncolata szemeként úgy érezze, hogy egyénként ő is ehhez a múlthoz tartozik. Köszönöm a figyelmet!